Kékesi Márton, a DVTK téli sportolója megszerezte 10. magyar bajnoki címét műlesiklásban. Ám a versenyzőnek még ezzel nem ért véget a szezon, most nemzetközi megmérettetések várnak rá majd. Skype interjú keretein belül sikerült elérnünk őt, hogy meséljen tapasztalatairól. Először is nagyon köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állsz ezekben a pillanatokban is, és hát először is gratulálunk a 10. magyar bajnoki felnőtt címethez. Igazából mesélj nekünk kicsit, milyen volt az mögötted álló idény? Hát köszönöm szépen a gratulációt. Egy szezon sem ugyanolyan, meg egy verseny sem ugyanolyan, hiszen elég meleg ez a február, meg ez a március, úgyhogy sok versenyt eltörölnek, vagy ha megtartják, akkor azok a versenyek is nem olyan színvonalasak, vagy nagyobb hátránnyal kell indulni, tehát ilyen volt a magyar bajnokság is. Elég nehéz körülmények között kellett megküzdenünk, és de ezek a nehézségek mondjuk nekem segítettek, mert sokat edzettem ilyen rossz körülmények között. Olvadhó, kádaspálya, tehát ezek mind olyanok, ami így nehezíti a versenyt, de ide sok oldalúnak kell lenni, meg képességek. Azt hiszem, ebben pont jó voltam, úgyhogy hát ilyen a szezon most. Figyelj, pont említetted az előbbit nekünk, hogy elég sok nehézséggel kellett megküzdeni ebben a szezonban, és ha jól értesültünk itt Ausztriában is, hát nem voltak jók az időjárási körülmények, ugyancsak itt az utolsó futamotokon elég sok nehézséggel kellett megküzdeni. Hogy milyen volt ez a futam, ez a mindent eldöntő számodra? 20-an indultunk a felnőtt kategóriában, itt beleértve a felnevezett ifjúsági korosztály és az utolsó éves serdülő korosztály is indulhat. És őszintén szóval nem teljesen úgy indultam neki, hogy ezt maga biztosan meg fogom nyerni, mert elég erős most a színvonal a magyar versenyzőknél. És az első futam után második voltam, 4 tizeddel, és utánam a harmadik, a negyedik is elég közel volt, de ugyanúgy az első helyezés is elég közel volt, mert 4 tized az azért még lefaragható. És a második futamba teljesen más stratégiával mentem, mint az első futamba. Tudtam, hogy itt nem lehet biztonsági futamot csinálni, mert be vagyok szorítva, két szék között vagyok, hogy vagy hátulról megvernek, vagy előről is meg tudnak még verni, úgyhogy muszáj a helyes gázzal és bevállalósan menni. És amikor rajtba voltam, akkor ugye fordított sorrendben indulnak ilyenkor a versenyzők, tehát az utolsónak megy a legjobb, az első futamban a legjobb megy, a utolsónak második futamban, és hát így hallgattam az eredményeket közben, hogy ki hogy ment. Láttam, hogy a Úri Bálint egy nagyon jó futamot ment a második futamban, átvette akkor épp a vezetést, és akkor megverte az előtte lévőt, tehát jöttem én, tudtam, hogy akkor na most minden gáz bele kell adni, egy nagyon jó futamot tudtam megcsinálni, tényleg nagyon jó elsült a lábam, és hiba nélkül le tudtam vinni, és méghozzá elég, még tudtam gyorsítani is, és utána pedig jött a Trunk Tamás, aki vezetett az első futam után, és ő is nagyon jól ment, viszont belehibázott a meredeken, úgyhogy én kerültem ki így győztesként. Úgyhogy, hát... És akkor ezzel meglett az összetetben az a pontszám, amivel már magyar bajnoknak mondhatod magad, ugye ráadásul 10-szeresnek, de áruljál nekünk valamit, azért még mindig nagyon fiatal vagy. Milyen érzés az, hogy már 10-szeres magyar bajnoknak mondhatod magad? Hát én nem is tudom, ez tényleg maga... Tehát magyar bajnokságot nyerni sosem egyszerű, és hát ez nekem is, én büszke vagyok rá, hogy ilyen számokat mutatok ki, hogy 10-szeres felnőtt magyar bajnok vagyok, abszolútban meg 20 magyar bajnoki címen van már. Úgyhogy hát remélem, hogy még ezeket tudom gyűjteni. De
Nem az, tehát a magyar bajnokságokon nem az a célom, hogy na, akkor meglegyen a 11., utána 12., hanem hogy meglegyen idén, hogy magyar bajnok legyek. Ami nem azt jelenti, hogy abban a szezonban te vagy a legjobb síelő, mert valakinek éppen rosszabbul megy, vagy jobban megy. Nekem akkor elég jól ment, és annak örülök, hogy akkor tudtam bizonyítani, amikor kellett. Marci, egy bajnokra, mint te is vagy, hogy ennyi bajnoki címe van már, ez terhet rak évről évre a válladra, vagy motivál? Hát, egy kicsit van ilyen, hogy bizonyítási vágyad van, hogy megőrizni, megmutasd megint, és amikor nem te nyersz, akkor azt hiszik, hogy akkor már nem vagy jó, mert meg hozzászoknak, de nyilván nem kell törődni, hogy mit gondolnak, saját érzésből kell versenyezni. Teher azért van, tehát mindenkin van teher egy magyar bajnokságon, mert azért valamennyire azért presztízs ez a cím. Úgyhogy ez egy izgalmas verseny mindig, főleg idén izgalmas volt, hogy mindenki itt volt. Figyelj, tízszeres magyar bajnok vagy, ugye ezt elég sokszor hangsúlyoztuk már, de hát egy ilyen eredményt hangsúlyozni is kell. Nem megbántva a többi sportolót, technikailag ekkora a különbség versenyző és versenyző közt a magyar bajnokságban? Nem, egyáltalán nem. Sőt, minden itt elég magas a színvonal most a magyar versenyzőknél. Én nem gondolom azt, hogy itt ezen a magyar bajnokságon a 3-4 közül bárki nyerhetett volna aznap. Itt már az is játszódik, hogy kinek van nagyobb szerencséje. Technikailag nagyon egyformát tudunk. Valaki jobb kemény pályán, jeges pályán, valaki jobb, puhább, kádasabb pályán, és nagyon-nagyon széles, színes tudású képességekkel rendelkeznek ezek a versenyzők, úgyhogy nincs ekkora technikai különbség. Tehát akkor azt mondod, hogyha egyszer megunod, vagy kiöregszel belőle, akkor még lesznek olyan emberek, akik akár tízszeres bajnoknak is mondhatják majd magukat? Ez így van, sőt, ez én nem is mondhatom, hogy én olyan sok magyar bajnoki címet szereztem meg, hiszen nőknél Tóth Zita már 40. Magyar bajnoki címet szerezte meg, vagy 40 akárhányadik, már ez már össze tudja számolni. Ő nagyon hosszú ideje, már ő a legjobb, és nagyon jó versenyző nemzetközi porondon is, úgyhogy hát igen, ennyi. Marci, milyen terveid vannak a következő bajnokságra? Hát az egy év múlva lesz a következő bajnokság, addig még van sok nemzetközi versenyek, ahol leginkább ott nekünk az a legfontosabb a szezonban, hogy minél jobb világranglista helyezést érjünk el nemzetközi szinten. A magyar bajnokság az egy másik téma, az is fontos, de nem csak arra edzünk, hanem arra, hogy például kijussunk az olimpiára, a világbajnokságra, a világkupákon tudjunk előbb-utóbb indulni, tehát a világ legjobb 150-be kell benne legyünk, hogy tudjanak minket nézni a tévében hétvégén, tehát az Eurósporton világkupán, úgyhogy most éppen férfiaknál nincsen benne senki ebbe, és hát ez egy nagyon nehéz kihívás meg feladat, aki mindenki ezzel küzd. Marci, én kívánom neked, hogy azért ezek az álmaid is teljesüljenek, de azért még egy kérdés, tudod, hogy fontos feltennem itt végezetül. Mit gondolsz, meg lesz a 11. magyar bajnoki cím is? Én azt hiszem, hogy igen, meg tud lenni, mert ugyanolyan motivált vagyok, nem érzem kiöregedve magam. Igaz, már nagyon sok év van a lábamban, meg néha már így besokalok a hótól, a síeléstől, de... Tele van a hócipőd! Igen, néha úgy érzem, de persze, még szerintem simán benne van az, hogy a 11. is meg legyen. Hát Marci, nagyon sok sikert kívánunk neked, reméljük, hogy minden célod, amit magad elé kitűztél, az teljesülni fog. Nagyon köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és hát akkor sok sikert a következő nemzetközi megmérettetésre. Köszönöm szépen!